Szeretettel köszöntök mindenkit a mai Dharma beszéden. Megköszönöm Ria bevezetőjét, és nagyon érdekes volt hallani, hogy világi környezetben hogyan működik ez. És mindig emlékeztetem magamat és másokat egyaránt, hogy ez a tan, beleértve sok más keleti tant is, egészen 50-60 évvel ezelőttig, ami a praxist illeti csakis kolostorok, meditációs termek és ásramok falai mögött volt. És a 20. század sok nagy kataklizmája közül az egyik nagy változás az az, hogy ezek a tanok kijöttek onnan, megtettek több ezer kilométert, és elkezdték a hatásukat kifejteni nyugaton. Úgyhogy teljesen rajtunk múlik, hogy felnövünk-e ezekhez a tanításokhoz, vagy pedig elhanyagoljuk őket. De nagyon valószínű, hogy a problémáinkra ugye olyan megoldást szeretnénk, hogy azok a problémák ne forduljanak elő többet, se ebben az életben, se a többiben. És inkább másoknak tudjunk segíteni, ahelyett, hogy csak magunkkal kelljen foglalkozni. És ahhoz pedig egy olyan mélységi közelítés kell, egy olyasféle gyakorlat és tapasztalat, amelyet ezek a tanítások és gyakorlatok elhozhatnak. Úgyhogy ha ez ügyben bárkinek bármilyen kérdése van, akkor itt a lehetőség, tegyétek fel. Én a kérdések természetével kapcsolatban szeretnék föltenni egy kérdést. Amikor készültem a Dharma beszédre, hogy valamilyen kérdéssel majd előálljak, hogy ne az interjú szobára hagyjam a többi sokat, ami fölmerül, azt figyeltem meg, hogy jobbnál jobb kérdések merültek föl a séta közben, de mindegyikben fölleltem bizonyos éhséget. Vagy egy provokációt, vagy egy olyan dolgot, amit igazából nem is tőled szeretnék megkérdezni, hanem magamtól, vagy esetleg mástól itt a teremben, vagy olyan valakitől, aki nincs is itt, vagy valamilyen magamutogatást. Tehát mindig volt benne valami, ami igaztalan volt, tehát amihez kapcsolódott valami. Nem volt egy igazi, egy őszinte dolog, ami csak úgy kipattan. Tehát mindet, amit átteresztettem egy ilyen szűrőn, vagy kontrollon, az megbukott. Úgy éreztem, hogy nincs kérdésem. Amikor fölmerült ez, hogy akkor a kérdések természetéről szeretnék. Mennyire fontos, és mégis mennyire van bátorságunk, vagy éberségünk föltenni a kérdéseket, akkor nem biztos, hogy jól kérdezünk, vagy pontosan kérdezünk. Ismered az állatkerti kígyó esetét? Nem. Bekerül egy kígyó az állatkertbe, és hát látják, hogy nagyon különleges trópusi fajta, és elkezdik vizsgálgatni. Ezzel megmérik a hosszát. Vesznek egy kis bőrmintát fölülről, aztán rájönnek, hogy is szövetmintát is vegyünk belőle. Kicsit mélyebbre mennek, és hát nem elégszenek meg ezzel a vizsgálattal, és rájönnek, hogy lehet, hogy ez a kígyó jobban működne akkor, hogyha mondjuk lábai is lennének, és elkezdenek így lábakat ragasztgatni rá. És amikor a lábak azok ugye mezít lábasan ott vannak és szervültek, akkor hát húzzunk rá még zoknit is talán, hogy ne legyen poros, meg sáros. És amikor eljön a tél, akkor legyen rajta cipő is. És egy idő után rájöttek, hogy ez nagyon szép, de közben a kígyó meghalt. Tehát ha ellenőrzöd a tudatodat, ellenőrzöd a kérdésedet, és elkezded vizsgálgatni, akkor az analízis szikéjével darabokra szaggatod az eredeti spontaneitást, egyebet. És ez az, amikor az ember azt érzi, hogy ő csak jót akart, és mégis valami meghalt. Tehát ne ellenőrizd a kérdést. Ne vágd szét a pillanatot, tükrözd azt, ami benned van, és engedd meg, hogy kijöjjön. Mert ebben a csomó ellenőrző mozdulatban rengeteg önvédelem van. És pont a fordítottja történik, hogy nem a kérdés lesz énes, ez a vizsgálat énes nagyon. A kérdés az úgy jó, hogy van, láss szerencsétlen kígyót. De a saját szempontomból elkezdem vizsgálni a saját kérdésemet, és megöltem, ugye, hogy van. Tehát a kérdés kinyitja a tudatot. A definíciók, főleg az önkép, lezárja. Ezért nézd meg, ahol nem szabad kérdezni, ahol nem mernek kérdezni, ott betokosodott, megkövesedett minden. Ahol tudsz kérdést föltenni,
ahol muszáj kérdést föltenni, ott valami haladás van. Az első pár mondatothoz szeretnék kérdezni, érdekes, hogy pont ez merült föl bennem, hogy a tan kivitele keletről nyugatra, hogy Sungsen Zenmester, azt el tudnád mesélni, Léci, hogy hogy volt ez nála, hogy ugye ő lett a pátriárka Koreában, és hogy viszonylag fiatal... Vigyázzunk! Nem ő lett a pátriárka Koreában, lett egy érvényes átadás, tehát vonalvívő zenmester lett, ami nagyon nagy dolog, mert hát sokféle zenmester van, köztük a vonalvívők, akik a legmagasabban vannak. De a koreai buddhizmusnak úgy pátriárkája mondjuk a Csogye renden belül van. Ezt Sungsen Sunim mint tiszteletbeli címet megkapta a nirvánája előtt nem sokkal. De ő ezt hivatalosan nem vállalta el, sem az adminisztratívot, amit fiatal korában kértek tőle, hogy az adminisztratív vezetője legyen, azaz Chongmu Wonjang, sem pedig később a Chonjong Sunimot, amit hát 60 év alatt nem is adnak, tehát nem is beszélnek róla. Tehát látták, hogy milyen minőségei vannak, és azt is felajánlották neki, és azt is visszautasította. Tehát a felhatalmazása az ugye Inka három zenmestertől, erről lehet olvasni. Beleérte Kobong Sunim, Chunsongot, stb. És onnantól kezdve, hogy a koreai társadalom változását azt nagyon jól lehetett látni, hát ami a két Korea ugye, particionálása után történt, hogy a szóli állomáson egymással verekedtek az emberek, és az kőkemény ökölharc volt, hogy ki, mikor, melyik vonatra tudjon felszállni. Látta, hogy mi történt az országgal, látta, hogy hogy működik a társadalom, és az volt az, ami azt mondatta vele, hogy hát akkor irány a hegy. Köszönöm szépen, ebből én nem kérek. Egy benső, minőségi változást szeretnék elérni, és valami meghaladó bölcsességet szeretnék realizálni, ahelyett, hogy itt dagasztanám ezt a sarat. És nagyon sok szolgálatot kellett neki tennie, mielőtt a tanítója, Kobong Sunim azt mondta, hogy na, most akkor külföldre viszed a tant, és az első lépés az a 60-as években Japán volt. Tehát Oszakában volt egy nagy koreai templom, és 4 évig Sungsen Sunim ott volt. És utána jött Amerika, rövid ideig a nyugati part, és 72-ben a keleti part. És a keleti parton a nagy koreai közösségektől távol akarta tapasztalni, hogy milyen az, amikor a nulláról kezdi. Tehát nincs mögötte a támogatói struktúra. Valakik voltak, de inkább később jöttek rá, hogy ez ő és ezt ő csinálja. Hát az első 6 hónapban mosógépeket javított. És utána csak kitette, hogy zen így az ablakba, Providence, Hope Street, és akkor így elindult a dolog. És azzal indított, hogy levest főzött hetente többször, és várta az amerikai tanítványokat, aki különböző okokból ilyen mélységesen dehidrált állapotban oda bezuhantak, és nem mindenki zuhant, volt, aki ment, de hát azért emlékezzünk, ez a hippi korszak, és nagyon különböző elváltozott tudatformájú lények oda becsattogtak, és mindenki kapott egy kis levest, és akkor elkezdtek zennel foglalkozni, de így nagyon utcaiban, tehát teljesen kezdő módon. Eltelt olyan 2-3 év, és akkor Sungsen Sunim egyszer csak megjelent ilyen maslis szürke ruhákkal, csak azt mondta, na, most akkor próbáljátok ezeket föl. Addigra meg volt a bizalom, meg volt a tanítványi kapcsolat, egy csomó minden működött, és akkor az emberek ezt megtették, és kész. És a 80-es években került át Európába így az ő tanítása. Magyarországon 89-ben járt először, és 91-ben másodszor és utoljára, és a 91-es Dharma beszéden szerencsére ott voltam. Az egy életre szóló élmény volt. Úgyhogy ez a rövid kronológia. Annyit tudj még, hogy a 90-es években, ahogy az egészsége romlott, egyre kevesebbet utazott, és 94-től 2000-ig már azt hiszem csak egy párszor ment át Amerikába, de főleg csak Ázsián belül, Hongkongba úgy évente egyszer, néha Szingapurba, és csak velünk foglalkozott. Tehát kinevelte a következő generációt, az ott gyakorló szerzetesek jó része, tehát több mint 60% a tanítói felhatalmazást kapott, és aztán ezzel ment, amire ment. Úgyhogy nagyon szép ív volt ez, és talán az egyetlen olyan nagy formátumú tanító, akinek a tanítványai visszatudták exportálni a tant Koreába.
Tehát képzeld azt el, hogy a nyugati tanítványok Koreában építettek egy templomot, ahol Sung Sensonyim tanítását intakt módon őrzik. És csinálják. És ez volt 2004-ben, amikor megnyílt a nagy Buddha terem, az en terem már akkor 4 éve működött, és ugyanazon év novemberében Sung Sensonyim eltávozott. Befejezte, ment. Azt megkérdeztetem, hogy az, hogy te visszatértél Magyarországra, ezt így saját hatáskörben tetted, vagy Sung Sensonyim javasolta, vagy hogy kell ezt elképzelni? Ugye nem a médiának dolgozom. Nem. Jó. Tehát ez úgy történt, hogy amikor az ember ugye inkát kap, akkor standard, hogy azt mondja a tanítója, hogy most 3 évig egy helyen kell élned. Ez azt jelenti, hogy utazhatsz, de nem költözhetsz. Na most ez 99-ben következett be, mint ceremónia, és ugye egy jó pár hónapos betanító fázis van utána, tehát én 2000-től számolom, hogy a tanítói működésemet megkezdtem. És akkor az itthoni helyzet, azaz magyarországi helyzet, családilag, szangailag, sok minden szempontból olyan volt, hogy kikerülhetetlen volt az, hogy itt működjem, és nem lehetett jó lelkiismerettel távol maradni azoktól a felhamozódott problémáktól, amelyek a távollétem 7 éve alatt, ugye 1 év Amerika és 6 év Korea felhamozódtak. És egyrészt az én dolgom volt, főleg a családi, egyrészt elvállaltam, és ez a szanga béli, és azt éreztem, hogy jó lelkiismerettel és azzal az energiával, amit hazahozok, ezeket meg kell oldani. És volt benne egy ilyen ugye fiatal tanító ereje teljében, és akkor ide nekem az oroszlánt is, ez benne volt, de nem pusztán ez. Tehát a szabadság, a lehetőség, illetve a felelősségvállalás és a probléma megoldás, ezek mind egyszerre jelentkeztek. És akkor ez a 3 év így Magyarországon kezdődött, és az egyetlen egy téli elvonulás, amit mulasztottam, az a 2001 és 2 tele volt, és akkor elhatároztam, hogy na ezt nem. Tehát 94-től egész mostanáig ezen 1 év kivételével sikerült folyamatosan télen a 90 napokat csinálni. Akkor jöttem rá, hogy hát a koreai kapcsolat nagyon fontos, azt meg kell tudnom tartani, és ez a fajta szellemi kapcsolat és újratöltő rendszer, az mindenkit szolgál, nem csak engem, hanem az itt kialakuló szangát is. És ezért 2003-ban úgy döntöttem, hogy nem költözöm vissza Ázsiába, megtehettem volna. De addigra már itt elkezdődtek dolgok, kialakult egy olyasféle szanga, amely tényleg a friss kezdeményezés minden jegyét magán viselte. Azt hiszem, hogy az inspirációtól kezdve a naivitásig, az erőkifejtéstől kezdve a kicsit szeleburdiságig minden benne volt. És ez engem jobban érdekelt, mint hogy egy rendszernek a jól működő fogaskereke legyek, amit már ugye 1500-1700 éve tolnak, és abban is nagyon jól megtalálhattam volna azt, amit szeretnék, de itt ez nagyobb kihívás volt, van és szerintem lesz is. Akkor 2003-ban az a döntés született, és nem pusztán általam, hogy itt legyen a templom. Tehát nem visszaköltözöm Ázsiába, hanem idehozunk egy templomot. És hagyományos stílusban azért, hogy lásd, hogy ez miről szól. Hogy messziről látszik, hogy ez arról szól, hogy, amit hallottál a bevezetőben, meditálsz, letisztulsz, kiviszed az életbe, visszahozod magad, megint meditálsz, megint letisztulsz, kimész, meghemperegsz, megint visszajössz, stb. Stb. Úgyhogy így indult ez a projekt, és 2004-ben találtuk meg a Földet, mert 2003 őszén, ahogy kattant a 3 év, elindult a keresés. És koreai szerzetesek, szerzetesnők is mondták, hogy ugyan én Európában, sőt azt hiszem az északi félteke bármely országában ezt meg tudnám csinálni, a déli féltekén is jó pár helyen, csak ott kevesebb a megfelelő indulás. Mégis Magyarország legyen ez. És rákérdeztem, hogy ugyan miért? Viszont a Dharma ejtőernyőt itt bármikor meghúzod, kioldó zsinór, földet térsz, körülnézel, és elkezded. És akkor akik érdeklődnek, jönnek. És a válasz az volt, hogy ebben az inkarnációban mindent ettől az országtól kaptam.
Tehát a fizikai síkon, a lelki síkon, a szellemi síkon, ugye jó szülők, jó család, jó neveltetés, az itteni minden lehetőségnek ugye a megkapása, és ebben az országban találkoztam a darmával. Tehát olyan állapotban volt Magyarország a 70-es évek végétől egészen mostanáig, hogy a darmával lehet találkozni. És ez a Földön nem minden országban van így. Tehát könnyen születhetsz olyan helyre, amely elzárva tartatik a darmától. És szerencsére Magyarország nem ilyen. Tehát hogyan adod vissza ezt a jó karmát, úgyhogy itt honosítod meg a darmát. Ez nem azt jelenti, hogy most hirtelen elképesztő erősségű kötöttséget hozol létre. Ez azt jelenti, hogy a lojalitás az számodra egy érték, és ide adod vissza azt, amit kaptál. És lehetőleg többet adsz vissza, mint amit kaptál. És akkor ezt a pozitív karmát tovább viszed magaddal, és így megint meg tudod osztani. Ezt hívjuk úgy, hogy Dharma Bank. A Dharma Bankban nem pénz van, hanem erény van. Helyes cselekedet, helyes gondolkodás, helyes érzelemformálás, helyes beszéd. És hogyha ebből felhalmozol, ezt hívják erénynek. És amikor szükséged van rá, akkor hirtelen az univerzumtól kapsz egy gyors kiutalást. Az lenne a kérdésem, hogy a buddhizmusban van ez, hogy a tudat teremt igazából mindent. Ugye, ha meg akarod érteni a múlt, a jelen és jövő összes buddháit, akkor tekints úgy a világegyetemre, hogy mindent a tudat teremt. És nem lenne egyszerűbb azt mondani, hogy tehát ez sokkal több ez az állítás, mint hogyha azt mondanánk, hogy a hozzáállásodon múlik, hogy milyen a világ. Mert hogyha nehézzent akarok, akkor nehézzen lesz, ugye, ha könnyűt akarok, akkor könnyű lesz. De hogy nem mindent a tudat teremt, hanem a tudat az csak felfogja a valóságot, nem? Tehát, hogy nekem ez picit olyan, mint hogy a szemem teremt mindent, és hogyha becsukom a szemet, akkor nincs semmi, tehát igazából a szemem csinál mindent. Annyira aranyos a kérdésed, figyelem, mint egy zen bébi. Tehát az egyéni tudattal azonosítod ezt a tudat teremt mindent. Ez annyira gyönyörű. Nem minthogyha ugye az egyén, te a következő egyén, meg a másik egyén, meg a harmadik, meg a nem emberi tudatosságok, na azzal mi van? Tehát amikor túllépsz az egyéni tudaton, akkor ez már nem csak hozzáállás, fontos a hozzáállás, nagyon, legyen helyes a hozzáállás. De ne csak a saját egyéni tudatodban gondolkodj. Ez egy koprodukció. Az milyen tudat, amik mindenkié? És ezért kell a buddha természetről beszélnünk. Mert az már nem a te karmád és a más karmádnak az ilyen kombója. Ugye? Esetleg egy párkapcsolatban, mert ott azért kombinálódnak a karmák elég komolyan. De egyébként mi az a tudat, ami ezt a világot teremti? Csak Tamásért azért vigyázzunk. Az már egy kicsit olyan a komplexusok felé vívő hozzáállás, hogyha az én tudatom teremti az egét, és a többi, akik ott egyéb iránt részt vesznek, és így két lábon mászkálnak, és emberek, és egyebek. Azzal mi van? Hát ők is vannak. Wow! Ez nagyon jó! Hosszas kutatás után arra jutottam, hogy ők is vannak, de amikor nem volt egy ember se, mondjuk 200 ezer éve, vagy 2 millió éve mondjuk inkább azt, akkor is a Föld itt keringett, és akkor az kinek a tudata teremtette? Tehát a dinoszauruszok. Mennyi ügyel teát? Egyéb kérdés? Hetek óta, hát végül is azt hiszem 8 hete itt a jó néhányan együtt taszítjuk az M-bicikliét. Nagyon sokszor eszembe jut az a két mondat, hogy egy mindenkiért, mindenki egyért. És ezt így a zen fejjel próbálom néha egy kicsit emészgetni, hogy az előbb is ugye elhangzott, hogy az egyén, meg a csoport. Beszélgettünk az utóbbi napokban az ázsiai, amerikai, illetve európai viselkedési normákról is, tehát azt hiszem, hogy tényleg itt Európában azért kínozzuk a csoport a működést ahhoz képest, hogy Ázsiában hogy működik. És erről, hogyha, tehát tényleg ez az egy mindenkiért, mindenki egyért, hogyha ebben egy picit segíteni, akkor azt köszönöm. Hát érdekes, hogy ezt idézed,
mert az európai társadalmak többségére nagyrészt nem ez volt jellemző. Ez a középkori partizán sereg Robin Hoodi gyönyörű étosza, és nem is működött, hogyha megnézed. Ahogy a francia forradalom nagy szlogenjei nem működtek, úgy bármi, amit ideológikusan úgy kiírt a homlokára néhány ember, nézd meg az elmúlt csak 150 évet, hogy mennyi politikai ideológia jelent meg, mérgezte a teret, és utána pedig hatalmas emberi hullahegyek megteremtése után, rettenetes pusztítások után belement a szemétkosárba. Az emberi közösségnek a helyes működéséhez kell egy olyasféle szellemiség, olyasféle háttér, amely nem ideológikus, amely szabályokkal él, de van egy olyan szellemi háttér, amely nem pusztán szabályokon alapszik, hanem valami mélyebb egységtapasztalaton. Hát amikor együtt ülsz egy teremben 90 napig, vagy ennek arányos részében úgy, hogy 20-25 ember ugyanazt követi, ugyanazt eszi, ugyanazt csinálja, ugyanolyan interjúk meg egyebek történnek formailag. Elképesztő közösségélmény van, pedig úgy elvileg nem is nagyon szólunk egymáshoz. Tehát nincs egy olyan híd, hogy barátkozunk. Maga a helyzet ad egy olyan kapcsolatot, amelyből ez a közösségélmény következik. Tehát az első 90 naposomon volt olyan, hogy tényleg napi egy-két szó a munkaidőben, de annyira le volt szabályozva, hogy gyakran még arra se volt szükség. És volt olyan ember, akihez 90 napig nem kellett szólni, és 90 napig mégis egy darmateremben működtünk, és láttuk egymás nevét a zuhanybeosztáson, meg a munkabeosztáson, meg egyebek. És az volt az érzésem a 90. nap végén, hogy jobban ismerem, mint bármely közeli régi barátomat, és amikor egyetlen egy kérésem az volt, hogy elfogyott a fokréme a harmadik hónap végére, gondolkodás nélkül azt mondja, figyelj, használd kezdeni. Tehát a közös cselekvés, a közös vállalás, ez sokkal komolyabb, mint bármilyen ideológia. És az az igazi, amikor ez a közösség élmény szavak nélkül és gondolatkötések és szükségszerű verbalitás nélkül születik meg, mert kiderül, hogy ezek a gondolatok ugyanúgy el is tudják távolítani az embereket egymástól, és a szavak pedig tudnak hasítani is, és nem csak összekötni. Attól függ, hogy hogyan használjuk őket. Úgyhogy én kívánom azt, hogy mindenki tapasztalja meg azt az egységet, amely tényleg a Buddha természetünk közössége, vagy a megvilágosodás képességének a közös tapasztalata. És akkor az azonos és különböző kuanyát megoldjuk. Mert hogyha két emberre ránézel, akkor ha azt mondod, hogy ők azonosak, az hiba, azt mondod, hogy különböznek, az is hiba. Tehát, hogyha ezt lebontom formára, akkor csak a Buddha természetünk az, ami azonos bennünk. Minden más karma, fizikai, lelki szem, teljesen más. Nincs két ugyanolyan ember, de mindenki ember. Tehát nagyon-nagyon fontos látni, hogy hol van az a pont, ahol azonosnak hívhatom az embereket. Ez számomra csak egy, ez pedig az a tiszta tudat, amit elérhetünk. Az a megvilágosodás természet, amely tapasztalattá válhat. És minden más, a gondolataink, az érzelmeink, a szavaink, fizikumunk, minden különbözik, a tetteink, a múltunk, a jelenünk, a jövőnk. Nagyon-nagyon-nagyon komoly szervező erő és látásmód kell, hogy valódi közösséget tapasztaljunk, és ne csak berakjuk egymást dobozokba. Az nagyon más. A szellemi felnövekvés pontosan azt jelenti, hogy az ideológikus mondatoktól megszabadulunk, a személyes programbeszédeket és egyéb ilyen mankókat hátra tudjuk hagyni, és valóban ebben a pillanatban meglátjuk, hogy milyen helyzetben vagyunk, milyen kapcsolatban vagyunk, és hogyan tudjuk egymást segíteni. És ez nem működik a természettel való kapcsolat nélkül. Tehát a természet ez egy elképesztő nagy tanító, és ennek a templomnak a létrehozását ebben a környezetben az is diktálta, hogy én nagyon sok városi zenközpontban és templomban gyakoroltam,
és egy-két olyan helyen is, ahol szinte háborítatlan természeti környezet volt, és ez nem az a romantikus szépség, hogy jaj, cinege, úristen, vagy vörösbegy. Tehát ez is szép, de nem ez a fő motívum itt, hanem az, hogy a természet működésébe belesimulsz, és elkezd a közösség is emberi módon, de természetes módon működni. Az ilyen gondolatoknál nagyon sokszor így visszaszólnak, hogy akkor menjünk vissza a fára. Lehet, hogy le se jöttél róla. Tehát, meg ha igen, akkor minek? Tehát emberként a természetben csoport és egyén harmóniájában működni. És ezt napi szinten tapasztalhatjuk. Úgyhogy ezek a gondolatok nem rosszak, de nem is vezetnek eredményre. Az a probléma, hogyha ideológikusan használjuk őket. És program lesz belőle, és felírjuk a zászlóra, és lobogtatjuk, és akkor valami egész más történik, és ezek a mesterséges dolgok, ezek meg tudják erőszakolni a közösség természetes működését. Ezt nagyon jól lehet látni, hogy mikor következik be. Akkor detektálható nagyon jól, amikor elvész a kölcsönös bizalom, amikor elkezdünk nagyon kételkedni a másikban. Amikor nem tudod, hogy végül is mit várhatsz, és nincs egy olyasféle egészséges optimizmus, hogy ezt közösen meg tudjuk oldani. És akkor hirtelen ideológiák vannak, programok vannak, három példányosok vannak, stb. És akkor az ember azt mondja, hogy hova tűnt maga az a speciálisan emberi dolog, amelyben élhetünk, amely a közegnek, a térnek a lényege, az egymás közötti kapcsolatnak a lényege. Úgyhogy a közös gyakorlat ezt visszahozza. Nem csak a zen, rengeteg csapatépítő van, hogy csapat épít. A csapat ott van, mit építesz? Hát bizalmat építesz. Egymásra utaltságon keresztül tapasztalsz dolgokat, kihívások elé állítod magadat és másokat egyaránt, hogy végre valami összekovácsolja az embereket a forma szintjén. És akkor talán a lényeg szintjén is megteremtődik ez. De ha valakik folyamatosan elszigetelik magukat egyéni gondolkodással, az egyéni kis zászlócskájukra fölírják, hogy én ezt így, és csak is így akarom, stb. Alkalmazkodásképtelen a dolog. Nincs alkalmazkodás, nincs harmonizálás. Nincs harmónia, nincs közösség. Hogyan valósul meg szavak és gondolatok nélkül, vagy ideológikus gondolkodás nélkül az, hogy egy mindenkiért, mindenki egyért. Ha már ki kell mondani, akkor valami elveszett. Úgyhogy teremtsük meg szavak és gondolatok nélkül a maga természetességében, és akkor működik. Így még folytatva éppen nekem így ezért volt érdekes ez a mondat, mert mondjuk a három testőr is lehet egy picit, hát gyerekesen hangzik, de azért egyféle bódiszatva utat elkezdtek járni, tehát segíteni tudott, és így ebben gondol, tehát hogy nekem nem is ideológia volt, hanem maga az az európai szellemiség, ami lehet, hogy a dharma kicsiben itt működött, hogy mennyire fontos tényleg, hogy egyedül, tehát az egyén mit visz be, mit hoz be, és hogyan válik egyé a mindenkivel, illetve abból mit hoz vissza, és hogy hol van az, hogy amikor az én meg kellene szűnjön, és akkor a te is megszűnik, tehát ez az egyéválás nekem valahol így itt vált érdekes. Én azt mondom, hogy az egyén és a közösség egyensúlyára, az egyén és a csoport harmóniájára épülhet csak valami tartós, és a történelemben azt láttuk, hogy ez általában az egyik vagy másik szélsőség felé ment el, és nagyjából Ázsia a csoport alapú és a Nyugat az egyén alapú társadalom. Ez egy nagyon durva leegyszerűsítése a képnek, de ideiglenesen dolgozzunk ezzel. És én nagyon sokáig azt hittem, látván azt, hogy az európai történelem csak az elmúlt 100 évben mit termelt ki, mit exportált. A két világháborún kívül mi még exportáltunk sokkal rosszabb dolgokat és politikai ideológiákat, gazdasági működéseket, stb. Stb. Azt hittem, hogy az ázsiai, na, ott majd akkor meg lesz. És ott sincs. Tehát az ázsiai kultúra és hagyomány ez egy komoly értékhordozó, de ideális megoldások ott sincsenek. Viszont nagyon fontos tapasztalni azt, ami a te kultúrádban nincs meg. És ezt hívjuk az otthon tényleges elhagyásának, hogy az a komfortzóna, amit a kultúrád jelent, na, az is megszűnik. Úgyhogy amikor az egyén kreatív és kritikus, akkor itt van egy olyan egyensúly, hogy oké, nem vagyok túl kritikus, de
látom saját szememmel, hallom saját fülemmel, hogyha probléma van, akkor mit kell javítani. Kreatív vagyok, de nem annyira, hogy szétrázzam ezzel a közösséget, de a saját képességeimmel megpróbálom javítani azt a működést, ami éppen most ilyen. Tehát a közösségi szemlélet az nem az egyén elnyomása, de hogyha megnézed az ázsiai történelmet, nagyon sokszor volt az, hogy a csoport bedarálta az egyént. Nyugaton azt látod, hogy egyén vagy egyének szétszették a csoportot. Úgyhogy nagyon sok példa van, az egyik legszomorúbb példa, ami a 90-es években Koreában történt, az a Sampung bevásárlóközpont összeomlása. Ott az volt, hogy az egyén szétszedett egy kis csoportot, és a kis csoport pedig elvtelenül kihátrált a felelősség alól, és aznap több mint 600 ember halálát lett, amikor az emeletek, mint a kártyavár így összezuhantak. Több rendbeli vétkes mulasztás eredménye volt ez. Vagy amikor Guamon, a koreai légitársaság egyik gépe, Korean Air, belement a hegy oldalba, azért, mert a másodpilóta nem merte megmondani a főpilótának, hogy az érkezésbevezetés automatika az most éppen nem működik, vagy nem úgy működik, korlátozott mértékben működik, mert a felső hatóság ugye hozott egy döntést, és azt ő nem akarta kritizálni, és 280 körüli utas meghalt. Tehát nálunk az van, hogy mindenki nagyon okos tud lenni, de itt nyugaton, elszigetelten a saját kis buborékunkban maradunk, és nem tudunk kapcsolatot teremteni egymással, mert mindenki jobban tudja. Tehát a nyugati gondolkodásban, az egyéni alapú társadalomban van egy olyan beépített arrogancia, amit észre sem veszünk addig, amíg egy teljesen más normarendszerbe bele nem kerülünk. És ezért Sun Tzu-n nagyon sokszor mondta, put it down, tedd félre, tedd félre. Nem alkotott ítéletet fölötted, csak láttatta, hogy teljesen haszontalan az, ahogy gondolkodsz, mert elszigetel, egyénít, és ezzel nem fogsz egy nagyobb egységbe belesimulni, azt emelni, vagy magadat meghaladni, bemaradsz az egyén börtönében. Úgyhogy az egyén és közösség egyensúlya az az, ami szerintem megalapozhat egy tartós és harmonikus társadalmat, és ehhez a hierarchiában a vertikális és horizontális struktúráknak is egyensúlyban kell lenni. Milyen az a helyzet, amikor egyenlők vagyunk? És milyen az a helyzet, amikor nem vagyunk egyenlők, és hierarchiában, szintekben kell gondolkodnunk és cselekednünk? Tehát honnan tudjuk, hogy helytelenül alkalmaztuk a hierarchiában akár a horizontális, akár a vertikális üzemmódot, hogy szenvedés, működésképtelenség és egyebek állnak be, természeti katasztrófáktól kezdve a háborúkig nagyon sok eredménye van ennek a működésképtelenségnek. Ahhoz, hogy ez a döntés, vagy döntés sor az egyén és a közösség között, a horizontális és a vertikális, az egyenlő és a felosztott között jól működjön, ahhoz a tudatnak tisztának kell lenni. Tehát, hogyha elképesztő mennyiségű kapzsiságot, dühöt és téves nézetet viszek magammal, akkor ezek a minőségek nem tisztulnak le, amiket az előbb mondtam. És ekkor nem tudsz helyesen dönteni, és egy egész embercsoport nem tud helyesen dönteni, és ez az, amikor ideológiák, teológiák és különböző izmusok letakarják a tudatot, és nem látsz a szemeddel és hallasz a füleddel, hanem a gondolkodásod mindent visz, az érzelmeid mindent eltorzítanak. És akkor honnan látod, hogy hibázunk? Onnan, hogy szenvedést hozunk létre, vagy hiányt, háborút, katasztrófákat, egyebeket hozunk létre. Ezzel a látásmóddal és ezzel a hozzáállással és ezzel a világnézettel így nem probléma. Problémák nélkül élni az így... Problémák nélkül? Igen, azt ki mondta? Hát, hogy mondjam, hogy nem unalmas problémák nélkül élni. Mióta vagy itt? Hány napja? Kettő. Jó. És zen gyakoroltál ez alatt a két nap alatt? Igen. Jó, akkor biztos, hogy nem szűntek meg a problémák. Nálam nem lehetett a szőnyeg alá söpörni őket, átfesteni igen. őket,
felcímkézni, rózsaszirmok, egyebek. Tehát ilyen nincs. De azért jó, mert a világ eddig azt mutatta, hogy a problémákat sokkal gyorsabban termeljük újra, mint a megoldásokat. Tehát a problémák megoldása nagyon fontos, mert rögtön jön egy másik, amit még nem oldottál meg. Unalom. Miről szól? Tehát ha a saját problémádat megoldottad, lehetőleg ez sikerül előbb-utóbb az EN segítségével, hogy már nem az állandó belső személyiség fejlődéseddel foglalkozol, mert az már úgy úton van, és nem magadat rakosgatod a különböző ilyen kis puzzle darabokkal, hanem segítesz másoknak. És akkor több ezer évnyi bódhiszatva feladat van. Tehát a bódhiszatva soha nem lesz munka nélküli, mert már ő mentálisan közmunkás. Értem. Értem. Szóval, ha másoknak oldunk meg problémát, azzal... Nem, másoknak segítünk megoldani a problémát, nem oldjuk meg, mert akkor elmarad a nevelési tapasztalat. Tehát nem vesszük el mások karmáját, nem oldjuk meg a problémáit, segítünk másoknak megoldani a problémákat. Ez nagyon fontos. Ha unalom fenyegetne, szóljál, azonnal adunk munkát. Jó. Okay. Koan gyakorlatok, koan interjúk természetével kapcsolatosan szeretnék kérdezni. Sung Sensonyi mérje a zen iránytűjében, hogy a koan eredetileg arra használatos, hogy a tanítvány pillanatnyi megvilágosodáshoz vezető útját igazából hitelesítse, ugye egy ilyen pecsét hasonlattal, egy ilyen hitelesítő pecsét hasonlattal él. Hogyha úgy érzem, hogy az elmúlt időben, gyakorlási időben sikerült felismeréseket tennem, belátásokat tennem, változott a helyzetem a meditáció hatására, nem csak az ülőpárnámon megy a gyakorlat, hanem egyébként máshol is, akár egészséges méreteket is tud ölteni az önkontroll intézménye, és a koanok mégsem mennek. A koan az egy speciális, vagy inkább azt mondom, hogy igen, specifikus részletet firtat, ami a karmámban egy sarkalatos pont, annak a megoldása, vagy pedig általánosan értendő, és akkor ezek az általam vélt belátások, megfigyelések, megértések formával, ürességgel, egyéb dolgokkal kapcsolatban illuzórikusak. A koan gyakorlat úgy működik, mint a csillagok háborújában az a szemétledobó, ahová Skywalker és barátai lecsusszannak, amikor az egyik oldalról is, a másik oldalról is, ezek a fehér ruhás gárdisták ottan lűnek. Tehát az általános oldalról is, és a specifikus oldalról is lűnek. A megoldott koanok és a meg nem oldott koanok oldaláról is lűnek. És akkor így lemennek, és akkor az ellentmondások falai így szépen nyomják őket össze. Ez egy rettenetesen jó jelenet, mert akkor kattan, hogy Artu, állítsd le az állomás szemétledobó mechanizmusát. És akkor falak megállnak. Tehát hogyan állítod le a karmádat? Teljesen mindegy, hogy megoldod a koant, vagy nem. De a koan gyakorlata megtanítja azt, hogy hogyan állítsd le a karmádat. Ha megoldottad, akkor azért. Ha nem oldottad meg, akkor meg azért. Minden tapasztalat fontos. Hát az, hogy a paradoxonokat te hogyan működteted, hogy a belső ellentmondásokat, megoldatlanságokat te mennyire látod, és mit cselekszel, azt mondom, hogy egy koan megoldás de facto, hogy megoldottad az X koant, szinte irreleváns, ahhoz képest, hogy leültél valakivel szemben, és megpróbáltad. És újra szembenézel magaddal, a koannal, a projektált tanító személyiséggel, és a többi. Tudod, hogy hányféle tanító van? Ahányan bejönnek az interjú szobába. Mindenki másképp mufurc vagy mosolyog rám. És az azért, mert szerencsére más tanító kép él benne. Tehát leül valaki velem szembe, és látom, hogy úristen, most én vagyok az inkvizítor, és megnyugtatom, hogy nem fogom elégetni, nincs spanyol csizma, nincsen semmi. Leül velem szembe, és akkor, hello, én vagyok a kis beszélgetőtársa romkocsmába, én vagyok a haver. A se. Leül, és akkor vizsgázunk, egyetem, tudni akarom, és akkor majd én bizonyítok.
ne vizsgázzál, itt nincs mit tudni. Nyugi. Elébb teszek valamit, úgyse fogod tudni, vagy az elsőt, vagy a második, vagy a harmadikat. Ez erre van kitalálva, hogy ne tudjad. Tehát ezeket a projektált tanító személyiségeket én így nézegettem, és így szépen hántom le magamról, így adom vissza neki, hogy szeretném, hogyha látnád, hogy ezt te akarod rám vetíteni, de valójában nem ez van. És ugyanígy vetített ki a saját önképedet a világra. És akkor, ha már ettől megszabadultunk, az már sokkal jobb, mint előtte. Tehát az, hogy te megoldod a koant és mennyi idő alatt, az irreleváns. A közben történő karmikus tisztulás, ez leírhatatlan. Tehát elképesztően fontos. Úgyhogy, aki megoldotta a koant, az kap egy másikat. Aki nem oldotta meg a koant, az ugyanazzal viaskodik. De törekedjen, ez a try, 10,000 years non-stop. Az öreg ezt mondta állandóan. Törekedj 10,000 éven át. Minden más mellékes. Tehát ha úgy jössz be az interjúra, hogy nem akarok kóvalózni, mert nem ment már az utolsó hónap, és engem ez annyira zavar. Jól van, semmi gond, elbeszélgetünk. Most 6 hónap plusz 1 nap, amíg belül össze vagy omolva és frusztrálod magadat. Semmi gond. Valaki az elmúlt 6 napban átment a 10 kapuból 11-en, akkor kap egy 12-et, és akkor ott lesz egy hatalmas ütés, mert most végre nem tudja. Eddig nagyon tudta, most nem fogja tudni. Tehát nagyon fontos a tréning, amiben az önképed, a gyakorlatról alkotott képed, a tanítóról alkotott képed nem szilárdulhat meg, de az irányvétel az tiszta. Nagyon világos az irányvétel, de nem tudsz fix önképpel, tanítóképpel, gyakorlatélménnyel operálni, mert minden változik. Az irányvétel az egyetlen, ami megmarad. Tehát, hogy érd el a felébredést, és segíts minden lényen. Passz. Úgyhogy nagyon fontosak a kudarc és sikerélmények egyaránt. Én mind a kettőnek örülök. Miért? Mert volt annyi bátorságot, hogy bejöttél az interjú szobába, és szembenéztél önmagaddal. És kész. Ezek a szembenézések kellenek. És ebből tudunk előre menni. Tehát, hogy az alkalmazkodás és az asszimiláció, ez azonos vagy különböző? Különböző. És... ezt boldogan mondom. Jó. És hogyha asszimilációról van szó, akkor vajon ez egy negatív fogalom abban az értelemben, hogy... szeretnél asszimilálódni? Hát... nem igazán, de... akkor negatív. De hogyha mégis megtörténik... akkor valamit nem vettél észre. Az a te hibád. Nem okoljuk a környezetet a saját ébertelenségünkért. Letakarta valaki a szemedet? Befogta valaki a füledet? Elködösítette valaki a tudatodat? Nem. Akkor az a te dolgod, hogy lásd, hogy asszimilálódsz-e, vagy sem. Akarod-e azt az irányt és környezetet fölvenni, vagy sem. Nem az történik, hogy ellenőrizetlenül valaki csak kondicionált minket, azt nézd meg, mi lett belőlem. Az a te egyetértéseddel történt. Az a te folyamatos jelenléteddel történt. Ha éber a jelenlét, akkor van kontroll, ha nem éber a jelenlét, akkor nincs. Nagyon jó példa erre a katonaság. Tehát az én generációm az előfelvetként egy évet kellett, hogy töltsön bármiféle egyetemi tanulmány megkezdése előtt, vagy főiskola és stúdium előtt a Magyar Néphadsereg kötelékében. És ez egy nagyon érdekes tapasztalás volt, és rájöttünk, hogy az egyetlen egy mód, hogy nagyrészt saját magunk által okozott traumák nélkül keresztül menjünk rajta, és csak a mások problémáival, vagy mások felénk irányuló impulzusaival kelljen törődni, az, hogy a parancsot teljesítjük. Tehát nem lázadsz, nem vagy hülye, nem akarod a világot megváltani 19 évesen rossz irányba, rossz eszközökkel, teljes handicap ugye, helyzetben, hanem teljesíted a parancsot, eltöltöd ott az egy évet, és utána úgy, ahogy van, az egészet leveted, mint egy kérget. Mivé engeded magad változtatni? És ez nem folyamatos önellenőrzés, ez megint ugye irányvétel, hogy ugye merre megy a teherautó. Hová visznek? Felülsz rá, vagy sem? Azt hiszem, hogy az alkalmazkodás az jobb ilyenkor. Az alkalmazkodás nem jelent identitásváltást, az asszimiláció igen.
Úgyhogy mihez alkalmazkodsz? Szinte mindig alkalmazkodni kell, de az asszimilációtól azért óvjuk magunkat. Hogyan? Úgyhogy igazi önvalódat éled, és a szerepszemélyiséggel nem téveszted össze. Tudatosan választod meg a szerepeidet, nem csak magadért játszod, és sohasem téveszted szem elől igazi önmagad. Ekkor működik. Jó? És a zen étkezés mitől különbözik a klasszikus étkezéstől? Milyen az a klasszikus étkezés? Az, amikor D-durban így megszólal? Vagy hogy kell? Nem, amikor az emberek leülnek, és mindenki beszélget, a meg szokásosan, igen, meg disznóvágás. Hát nem foglalkozunk a kajával, még csak egymással sem. A gondolatok letakarják az ízlelést. A meditatív étkezésben az a gyönyörű, hogy tényleg eszel. Tehát amikor eszel, 100%-ig eszel. Kész. A 100% nem az, hogy mint az alap. Nem ez a 100%, hanem az, hogy odafigyelsz, és érzed az ízét, és egyebek. Tehát ez az, ami működik. Amikor így kicsit elbeszélgetünk, elnyújtjuk 40-50 percig, megnézzük a mobilkánkat, ez van, az van, az van. Nem ettél, csak bevittél valamilyen fizikai táplálékot, de valójában a folyamat nem valósult meg. Nem voltál ott, nem érezted, nem voltál a pillanatban. Úgyhogy a szokásos, habituális étkezés és a zenétkezés között óriási és pozitív különbség van. Mondom a koreai változatot, amikor a tréningünk volt, tehát ez a novícius képzés konkrétan, akkor a délebédet azt így, ebben, kasában és csangszamban. Úgyhogy a tálca melletted volt, és három ember, néha négy ember dolgozott egy tálcára, és így adogatni kellett az ilyen alacsony szélű tányérokkal megrakott kis tálcácskát. Úgyhogy a kasa az a következő éneklésen rajtad volt, és nem volt semmilyen lehetőség a tisztogatás egyébre. Ez egy kis fehér törlőkenőt így magadra tetted, abban a pillanatban látszott, hogy az előző étkezésen hogy törölted ki a tányérodat. Kőkemény. Tehát ezt az éberség, részletorientált, pillanatfókuszú tréninget, ezt a végtelenségig lehet fokozni. Mi még úgy megmaradtunk a középúton. Tehát ha azt hiszed, hogy macerál téged az, hogy néha arra kérlek, hogy legyen az csendesebb, odafigyelőbb, ne öntsed bele a fél, ugye disznóvájút a felajánlott vízbe, akkor ez még nagyon középutas történet. Volt arról szó, hogy igazából úgy tud kapcsolódni a tudatunk, hogyha nincs beszéd, és nincs gondolat. Tehát működhet-e az, hogyha családban, párkapcsolatban úgy végzek közös megegyezéssel, tevékenységet tudatosan, hogy mondjuk egy egyszerű házi munkára gondolva egy mosogatást, hogy mondjuk úgy teszem azt, hogy az megvan beszélve, hogy ez csöndbe történik, akár gondolattalanul. Akkor ez egy valós kapcsolatot tud teremteni, mert annyit beszélünk közben, meg annyit próbálkozunk avval, hogy a napi gondokat akkor most így... Meg is tudja teremteni, és szét is tudja szedni. Tehát ahhoz egy megfelelő kvalitású társ kell, vagy család kell, vagy csoport kell, hogy ezt meg tud csinálni. Ezen a kvalitáson dolgozunk itt. Hát ezért van az, hogy oda megyek, és azt mondom, hogy ott beszélj, ne itt. Tehát ez a csend, ez a fajta együttműködés, ez a fajta verbalitás és felesleges gondolkodás nélküli egység alapú tapasztalat, ez minőségorientált, és hogyha bizonyos alapok nincsenek meg, akkor ez egy kapcsolat rovására is, mert most gondold, de azt mondod a barátnődnek, hogy szívem, most 5 percig csendben vagyunk, és közben mosogatunk. De ez nagyon nehezen bírható ki, úgy megremeg minden a hokedli a biztonságérzet alatt, hogy az ami elképesztő. Itt derül ki az emberi kommunikáció alapjellege, hogy 70-90%-ban az öntételezés és a kapcsolat leszegezése, az kell. Tehát, hogy a másik még mindig ott van, és még mindig figyel rám. És én még mindig magamat adom, mint a kis hármas határhegyi adótorony. Az én kis személyes frekvenciámon. És a beszélgetések nagy része arról szól, hogy ez az adás nem áll le. És állandóan figyelmet, energiát, odafigyelést kérek a másiktól, fogyasztom a Duracellt itt is, ott is, mert nem vagyok biztonságban akkor, ha elhallgatok. Mert úristen, mi történik? Mit gondol? Esetleg másra fog figyelni? És én akkor hova tűnök, hogyha csend van?
pont oda megy az önképed, ahova menni kell. Elképesztő az, amikor mondjuk egy szóló elvonuláson hetekig, hónapokig csöndben tudsz lenni. Elképesztő. Volt olyan zenmester, aki 10 évig csöndben volt, és egy ilyen kis füzettel kommunikált, és nem jutotta ki a száját. Hozzá lehetett beszélni, ő nem beszélt. Gyidzsángószál mantrát tartott valami okból kifolyólag 10 éven át, el is érte a felébredést. Olyan energia megmaradás van, hogy amikor csöndben vagy, és csendgyakorlat után kinyitod a szádat, és érzed, hogy így zsutt, így megy ki az a csi, amit szépen fölgyűjtöttél. Tehát, ha megfelelő a környezet és partner a másik, illetve a többiek erre vevők, nagyon jó lehet ezt a fajta szavak nélkül is értjük egymást, nehogy fél szavakból. Úgy könnyű. Szavak nélkül értsd meg a másikat, lásd meg, hogy éppen mire van szüksége, vagy mire nincs szüksége. Úgyhogy nagyon-nagyon jó tréning, és hogyha előzetesen meg van beszélve, mint hogy itt a templomi szabályokban le van fektetve, hogy miért csináljuk az egészet. Tudnia kell a másiknak, hogy ez mire jó, és egyet kell értenie ezekkel a célokkal. Na akkor rendben van. De hogyha kiírod csak egy ilyen célra, hogy ne szólj hozzám most fél órán keresztül, mi bajod van vele? Nem tudom, miért motoszkál a fejemben ez a kérdés, de hogy mi a különbség a szunim és kun szunim között? A kun az a nagy szunim. Kun egyébként a nagy tiszteletű szerzetes. Ez azért tényleg minőség, tehát nem minden szenior kapja meg, ahány évtizedet töltött, és egyebek nagyon sok mindenen múlik. Tehát ez minőségi, és nem csak évekbeli megnevezés. Ha csak éveket töltött, és azt respektálom, hogy lehúzott 50 évet, akkor no szunim. Ez az öreg szerzetes, vagy idős szerzetes. A könyvszönyöm az a nagy tiszteletű, vagy nagy szerzetes. Jó? Nem tudom, hogy felmerjem-e tenni ezt a kérdést, mert akkor sejtem igen. Rá a választ. Jaj, az rossz. Elképzelhető lenne, hogy elmondasz egy kohant és a megoldást, hogyan... Igen. Azt a kohan kérdést kaptam, hogy beszélhetek-e kohanokról, és elmondhatom-e a megoldást. A válasz az, hogy nem. És így megtörtént az, amit kérte. Köszönöm. Azért kérdeztem, mert elolvastam a 10. kaput. Az nagyon jó, te mondjad, hogy az micsoda. Hogy az egér a macska tányérjából eszik. És macska eledelt. Macska nem eledelt. Mindet, nem hambi, nem cheeseburger, macska eledelt és a eszik. Macska tányérja törött. Macska tál el van törve. Tál el van törve. Ez fontos? Igen, fontos, hogy el van törve. De úgy értem, hogy ez fontos, hogy mondom? Igen, így szépen magyarul, így egyenesen kell mondani, és akkor jó. Igen, és utána van hozzá egy magyarázat fűzve, ahol egy fagyit eszik valaki 100 forintért, és aztán előtte szomorú, utána boldog. Ebből látszik, hogy régi a kóhan. Igen. 100 forintért tudtál fagyit tenni, az egy régi és aztán kóhan. Még azt is elmondják, hogy ezt egy gyerek, olyan egyszerű ez a kóhan, hogy egy együgyű is meg tudja oldani. És én olvasom a mondatokat, értek minden szót, de olyan, mint hogyha egy idegen nyelven lenne. Nagyon érdekes érzés, ugye? Nagyon. Ez engem is elfogott. Mai napig nem szűnt, megképzeld el. Tehát nem lehet bemutatni, hogy működik egy kuhan megoldása? De, bemutatom. Tedd fel a kérdést. Nem tudok hirtelen egy kuhan segítséget. Az egér macska eredet eszik. De a tányér, a macskatál el van törve. Folytasd. Egy kérdéssel végződik mindig. Ez mit jelent, Súgok? Ez mit jelent? Nem tudom. Nem tudom. És akkor egyszer bejössz az interjúszobába, és kinyílik kész. A következő fokozat pedig az interjúszoba után, hogy
meglátod, hogy ez a mindennapi életedben valójában mit jelent, annélkül, hogy te megpróbálnád szimbolikusan belepasszírozni valahova, hogy jaj, hát most ez a kohan biztos, hogy ezt jelenti, ez gondolkodás. És egy BOOM! Megüt, hogy na, ez erről szól. Tehát a reintegráció ugyanolyan fontos, mint a saját korábbi szokáshalmaz kényelmi zóna elhagyása, a dharma tapasztalata, a kohan megoldás kinyögése, kiizzadása, kiszenvedése magadba, és utána annak a természetes reintegrációja a mindennapi életben, mert ez már a karma jóga, ez már a meg nemesített élet. Volt egy olyan történet, hogy a 70-es években Cambridge-i zenközpontba bejött egy nő, és ott volt egy, azt hiszem, egyhetes elvonulás, és az egy hét alatt a 10 kapun átment így. Igen, mindenki így, ups, és ez egy valós sztori. Hát egy hét alatt a 10 kapun így a nagyon-nagyon komolyan megvilágosodott zenmestereken kívül senki nem megy át. Tehát egy darab koan tarthat évekig, esetleg hónapokig, de az, hogy így átrepül rajta, és a körbeszélgetés után a nőtől megkérdezték, hogy na, akkor most mit csinál? Fog tovább gyakorolni? Vagy hova megy most? Melyik visszavonulást akarja, hogy kell-e még a 11-12, stb. Mert volt még egy-kettő. Azt mondja, nem, lenn unalmas. Valami más kéne. Csak elment valami más gyakorolni, ahol megvolt a kihívás, az izzadság, a paradoxa, a megoldatlanság, az a frusztráció, amit nagyon sokszor el akarunk kerülni, de valójában mélyen keressük. Tehát, hogyha valami túl könnyű, túl evidens, akkor azt el tudjuk veszíteni, mert nem érezzük a tétet. Tehát, hogyha valakinek így jár az agya már, ez még nem jelenti azt, hogy bármit is elért. Semmit nem jelent, és ez nagyon jó kérdés. Hát láttam olyan embert, aki ugyan küzdött a koan megoldásokért, de olyan arrogáns lett tőle, hogy az borzasztó. Nem lehetett egy asztalán megmaradni mellettem. Állandóan az, hogy te tudod? Ugye, hogy nem tudod? Én meg tudom. Tehát az, hogyha a kompraxis nem jár az önkép feloldódásával és az egotripek megszűnésével, akkor mire volt jó? Tehát természetes, hogy szenvedsz vele, természetes, hogy izzadsz vele, hogy néha utálod az egészet és legyilkolnád azt, aki veled szemben ül ezzel a bottal. Jaj, az milyen jó, te mikor bejön, és látom, hogy így villog a szem, és így, ha most nem lesz jó a megújás, ledöflek. Ez az, és soha nem jövök vissza, még a temetésedre sem. Ott fognak túlórázni a sírodon, te mocsok, te így jön be. Tehát hihetetlen. Tehát ezek azok, akik ezt meglátja, és hátra tudja hagyni, és ez már nem ő a következő pillanat, ez fantasztikus. Tehát igazából mekkora transformáció, mekkora változás lett azáltal, hogy ő dolgozott ezen. Ebben mérhető ez. Tehát az, hogy mennyit változol azáltal, hogy ezen az egészen végigvered magad, mert különösebb értelme nincs. Ha a kor megoldások önmagukban értékek lennének, akkor publikálnák. Leírjuk. Tanuld meg! Jobb ember leszel általa. Hát nem. Nem. Küzdjél. Izzadjál. És akkor azáltal lesz valami. Mert a kihívás ott perceg a szó az agyam, hogy nem tudom. Francba. Az meg lehet, hogy tudja, én meg nem. Meg a másik tudja, de én borzasztó. Nekem anélkül nem halok meg. Hát ezt muszáj megtudnom. Miért? Mert olyan rosszul érzem magam, hogyha nem. Tehát a zen azért zseniális, mert az egoitásnak a legkomolyabb önfenntartó szokásait használja föl arra, hogy az én képtől megszabadítsa az illetőt. Perfekt. Tehát azt az érzékszervi hatás mechanizmust, ami a látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés és egyebek, amiből a falat építjük, pont ezt bontja le, és ugyanabból a kőmennyiségből utat épít. Hogy láss tisztán, hajt, hiszen csak ne azonosulj vele, tükröz, stb. Tehát ugyanaz az eszközrendszer teljesen más kezekben, teljesen másképp használva. És akkor működik. Kedves Szoni, az a problémám most, hogy legtöbbször elfelejtem, hogy mi volt a koan. Leülök, 10 perc eltelik, és már nem tudom. És ez zavar. Nem az zavar legtöbbször, hogy nem tudom a választ rá, hanem hogy egyszerűen eltűnik. Tehát 10 percig emlékszel 10 perc körülbelül. De az is sok. Te hamarabb el kell azt felejteni.
És akkor mondják vissza, és megnézed, hogy mi volt a házi feladat, akkor már teljesen... Akkor kell emlékezni rá, nem az ülés alatt. Az ülés alatt 10 percig, mint egy kis krokodilot mászkál a tudatodban, az nem jó. Rögtön el kell felejteni. Rögtön. Akkor jó utó vagyok felé. Félig. Nem aggódok annyira. De a másik fel az, hogy amikor bejössz az interjú szobába, akkor meg eszedbe jut. Aha, hát attól azt elég távolinak érzem most, de... Azon kell dolgozni. Ha te nem ragaszkodsz a kóanhoz, és nem kapkodsz utána, ami utána kicsúszik a kezedből, és úgy ez, hogy jaj, elveszett. Hát az elveszettől nem jut az eszedbe az interjú szobában. Értem. Tehát, hogyha azt mondod, hogy jó, most ezt elfeledem, és az interjú szobában eszembe jut, akkor az meg fog történni, hogy amit a tudatodba beleteszel, az előbb-utóbb megvalósul. Visszafele is igaz. Ha valami megvalósult, akkor azt a tudatodba valamikor beengedted, ott tartottad, energiát tettél bele, valamennyire azonosultál vele, és ezért valósult meg. És ez visszafele is már oda-vissza működik. Jó? Ha éppen az emlékezéssel kapcsolatosan foglalkoztat mostanában az, hogy a test emlékezhet korábbi sérelmekre, tehát mondjuk fizikai bántalmazásokra, vagy a tudatba annyira, mint tehát mondjuk érzelmileg, tudatilag nincs már semmi emlék, vagy tehát, hogy kellemetlen érzés, viszont a testnek van reakciója még mindig adott szinten. Ugye a testben marad a meg ez a... A test emlékszik semmire. A ezt test kétharmad víz, egyharmad rost. A tudat emlékszik, de a testen keresztül. Tehát nagyon jó példa arra, hogy mihelyt a lélek eltávozik, azaz meghalunk, a test már semmire nem emlékszik. De a lélekben ott van a tartalom, amit tovább visz a következő életére. Tehát ha a test emlékezne, akkor itt olyan forgalom lenne a temető és a való világ között, hogy az valami elképesztő. Nem lenne egy perc nyugtunk. Az összes hazajáró test, lélek nélkül, ilyen kis zombi hadműveletbe kezdene, mert le akarja rajtad verni azt testileg, ugye, amit kapott. Szerencsére ez nem így van. A test az megy a nagy univerzális komposztálóba, és nem az hordozza, hanem amikor megszületsz, akkor a testedet a lélek újra konfigurálja, és végrehajtja vele azt a karmát, amit az előző életben nem fejezett be. És így lesz a test bizonyos állapotú, állagú, habitusú, stb. Stb. És az a szép, hogy a fizikai műveleteken keresztül a test ugye visszakondicionálja a tudatot. De azt a tudat indította el. Nem a test jogázik, de a joga gyakorlatokon keresztül szépen a tudat újra tanul a tapasztalaton keresztül. Ezért fontos az érzékszerű valóság megfelelő kezelése. Ugyanis nem tudnánk a korábbi karmánkkal elboldogulni, hogyha nem látnánk az inkarnálódott állapot miben létét és jelentőségét. Mondtam már egy párszor, hogy azt a karmát, amit inkarnálódott állapotban teremtettél meg, csak inkarnálódott állapotban tudod módosítani, újra teremteni vagy elvenni. Ezért iszonyú értékes az emberi élet. Másért is, de ezért biztos. Tehát test nélkül nem tudod megoldani azt, amit testben követtél el. És a tudat az, amelyik ezt látja, és a lélek az, ami hordozza ezeket a tartalmakat. Lehet, hogy nem is tettem, de nagyon szépen köszönöm, tehát a kérdést nem tettem föl pontosan, jó, csak hogy ilyenkor gyakorlatilag valaki mit tegyen, amikor tudja, hogy tudatilag mi a hely, tehát hogy nincs benne érzelem, vagy tudja azonosítani, hogy a teste még mindig reagál bizonyos nagyon fájdalmakkal, vagy feszültségekkel, vagy nagyon-nagyon kellemetlen érzésekkel. De hogy ő tudatilag tudja, hogy ez most per pillanat nincsen, tehát nincs semmi veszély, meg ilyen. Nem a test reagál, a tudattalanja reagál. Tudattalan reagál. Tehát a testen keresztül a tudatos személyiség már eldöntött valamit, a tudatküszöb alatt a felhalmozott szokások, az archetípus sereg, az még mindig másképp dönt, mert a szokások ereje, angolul habit force, az még mindig nagyobb és erősebb, mint a tudatos személyiség döntése. És akkor azért, ja, hát hogy kerültem megint a kocsmába? Hát én haza akartam menni. Ja, hát hogyha 20 éve is szól, barátom, akkor te automatikusan megtalálod a kocsmát. Te mondhatod magadnak, hogy haza akarsz menni, de mégis, mi ez a pohár a kezemben? Úristen, hát ez Vilmos kört. Tehát, jó, tehát így. Jó, köszönöm. Tessék. Én azt szeretném kérdezni, hogy mitől válik valaki hitelessé? Tehát mik azok az erények, amitől
amitől ő követhetővé válik, az a minta követhetővé válik? Az, hogy a szavak, tettek, gondolatok és érzelmek azok egy irányba mennek. Tehát ezt a fajta irányvételt, hogyha nem tudja az illető tartani, akkor a hitelét azt elveszti. És ilyenkor nagyon sok mindenre figyelemmel kell lenni. Egyrészt, hogyha tökéletességet akar az ember, azt először magában próbálja meg megtalálni, és hogyha megtalálta, akkor nagyon vigyázzon rá, mert valószínűleg valami mást talált, mint tökéletesség. Nem láttam olyan embert, ahol ez a 400%-ig egyezett volna. Olyat találtam, akiben egyezett eléggé ahhoz, hogy hinni tudjak neki. És itt nem is egy személy követéséről van szó inkább, hanem arról, hogy azt az irányt és azt az utat kéne követni, amit ő követ. És akkor ez nem személyfüggő lesz. És a legfontosabb, amit szerintem az ilyen követendő kapcsolatokban megfogalmazható az, hogy sajátítsd el a dharmát, de ne ragaszkodj a karmához. Se a sajátodhoz, se a követendő személyéhez. Mert mindkettő akadály lehet. Tehát ha valakiben nem hiszel, akkor ne kövesd. De hogyha egy olyasféle akadályrendszert, egy mentális, azt mondom, drótakadályt állítasz föl, amelyen különböző ilyen kis tökéletesség, szögek és elvárások és egyebek vannak, mindenki fönn fog akadni rajta, de te már fönn is akadtál, csak nem vetted észre. Tehát nagyon fontos az, hogy ez a nem a gerenda és a szálka dihotómiáját oldjuk föl, hanem azt, hogy lássuk, hogy a tudat, a lélek és ez a világ hogyan működik. Tehát a lét három legalapvetőbb jegye, a mulandóság, feltételhez kötöttség és tökéletlenség. Tehát ezért tartsuk ezt is a középúton, van ilyen, tehát van középút, és vegyük észre azt, hogy magunkban mit viszünk még megoldatlanságként, illetve mit szeretnénk a másiktól, hogyha egy követendő személy vagy egyébről van szó. Jó? Mi ez a Conan? Mi? Conan? Kona. Kona. Igen, és mit jelent a megoldása? Esetleg egy példa. Nem a megoldására, hanem... Persze. Egy... A koan az egy olyan paradox történet, ahol a tudatod összes szokása kijön, jól látszik, mint egy tükörben, egyfajta mentális diagnosztika, és utána ezt a fajta tünetegyüttest, ezt figyelmen kívül hagyod, és a megoldásra koncentrálsz. És a megoldás az egy szükségszerűen intuitív, nem dualisztikus tudatból születik, különben nem tudnád megoldani a koant. Tehát a koan egyfajta karma teszt és dharma gyakorlat. És hogyha beletrafáltál, akkor a helyzet kiegészül, a kérdés eltűnik, a probléma megoldódik. Mondok egy példát, mert azt kérted. A 10 000 dharma visszatér az egybe. Hová tér vissza az egy? Nem tudat, nem Buddha. Akkor mi? Következő verszak. A 10 000 dharma visszatér az egybe. Hová tér vissza az egy? Nem nulla, nem egy. Akkor mi? Ez egy olyan erős koan, hogy Sung San Suu Kyi azt mondta, hogy ha ezt itt most megválaszolja valaki helyesen, annak inkább ad. Így. Tehát ez a racionális, dualisztikus, érzelmi mintákat követő, tehát a saját karmájából dolgozó tudatot teljesen lefagyasztja. És az is a dolga. És ebből a lefagyasztott, megállított tudatból ki lehet takarítani a karmát, mert leválik róla, nem termeli újra. És akkor előbb-utóbb az a réteg, az a nem dualisztikus, világos, intuitív réteg nyilvánvalóvá válik, amelyre mi azt mondjuk, hogy tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Tehát ebben a pontban, ha tisztán tapasztalsz, akkor ez nyilvánvalóvá válik legalább egy pillanatra. Az ütés törölte ezeket a felesleges dualista képzeteket. Úgyhogy a koan gyakorlatok nem jók és nem rosszak, hogyha helyesen használod őket, akkor vezethetnek az úton, ha meg nem, akkor még nagyobb pusztulás lesz belőle, és még erősebb önkép, mint korábban, ahogy ezt az előbb elcseteltem. Örülök, hogy együtt gyakorlunk, és túljutottunk a 90 napos felén. Nagyon örülök, hogy kezdők is érkeztek hozzánk, és a haladók pedig fontolva, vigyázóan,
egymásra figyelve tovább haladnak az úton. A közös gyakorlat erényeit és előnyeit nem lehet eléggé hangsúlyozni, és remélem azt, hogy minél többet, minél folyamatosabban tudunk együtt gyakorolni, elérjük a felébredést, és megszabadítunk minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet!